Rosszak vagytok! Mindannyian tudjuk, hogy miért kattintottatok, és igen, lesz az az app is, ami felismeri a kendert, meg még egyéb dolgokat is, és válaszolok a kérdéseitekre, de előtte egy régi adóságomat kell törlesztenem. Korábban a figyelmetekbe ajánlottam egy olyan Instagram oldalt, ahol különböző rajzok vannak mindenféle érzelmi problémákkal küszködő állatokról. És még akkor megígértem nektek, hogyha elég sokan átkattintotok, akkor megpróbálom majd elintézni a rajzolónál, hogy rajzoljon külön nekünk valamit, egy olyan állatot, amit ti kértetek. És nagyon sok kreatív megoldást adtatok, volt klausztrofóbiás csiga, skizofrén giliszta, demenciával küzdő ló, családalapítástól rettegő mókus és tériszonyos madár. Szóval akár ezek is lehetnének a Zygmunt & Charles Instagram oldalon. Viszont még mielőtt az alkotóval beszélhettem volna, reggelre, mivel látta a videót, már ott is várt egy exkluzív kép csak nekünk, szertárosoknak. Méghozzá ez itt. Gondolom a kutyát nem kell magyarázni, de erre majd még vissza fogunk térni a kérdéseknél. Szóval köszönöm szépen a Zygmunt & Charles alkotójának, hogy ezt elkészítette nekünk. Tök jól sikerült. Kövessétek az Instagram oldalát, mi pedig most bemegyünk ebbe az épületbe. Egész pontosan csak én megyek be oda, tekintve, hogy kamerát nem szabad bevinni. De hogy mi ez az épület? Nos, rövidesen jön a kutatók éjszakája, szeptember végén. Lehet, hogy erre azt mondjátok, hogy ez még nem olyan rövides, de elő kell készülni elég alaposan. És mivel az elmúlt 3 évben az Ericssonnal elég sokat dolgoztunk azon, hogy különböző programokat tudjunk nyújtani a kutatók éjszakáján, most ismét egy ilyen megbeszélés következik, megnézzük, hogy az idén mivel tudunk előállni. Viszont kamerát oda nem vihetek be, úgyhogy majd elmondom, mi volt. Hát, elég erős túlzás lenne azt állítani, hogy mindent az utolsó részletig megbeszéltünk, viszont megnéztük az új Ericssonos épületet, mert hogy az idén már itt lesznek majd a kutatók éjszakájás programok, a Dunaparton, nem pedig ott, ahol korábban megszokhattátok, az Irinyi úton. Na mindegy, erről majd még biztos, hogy szó fog esni, de most jöjjön az az app, amit ígértem nektek, ami felismeri a kendert, meg az egyéb dolgokat. De ahhoz, hogy ezt megmutassam, át kell mennünk valahova máshova. Méghozzá ide a Szent István Egyetem kertészettudományi karának arborétumába, viszont menet közben itt egy akkora vihar kerekedik éppen, hogy lehet, hogy le kell fújni az egész forgatást. Minden esetre azért megpróbálok beljebb jutni egyelőre. Nem teljesen kizárt, hogy elkerül a vihar, mert most mintha egy kicsit csendesedett volna a szél, a dörgés viszont nem állt el. Úgyhogy nézzük is gyorsan, hogy miről is van szó. Hétvégén feladtam nektek egy kérdést részben az Instagram felületemen, részben pedig itt a YouTube csatornámon, amiben meg kellett mondanatok, hogy vajon milyen egzotikus fűszernövény nőhet az erkélyemen. Hamar meg is érkeztek a helyes válaszok, egy bolíviai korianderről van szó, viszont az egyik helyes megfejtő Instagramon hozzátette, hogy valójában egy picit, mintha csalt volna, tekintve, hogy egy mobilos alkalmazást használt, amivel felismerte. Ez nekem azért volt nagyon-nagyon gyanús, mert hogy növényeket azonosítani viszonylag nehéz feladat. Ha lehet látni a növény virágát, és az embernek van elég előtapasztalata hozzá, akkor viszonylag jól megy a felismerés, de azt, hogy egy app csak úgy fel tudjon ismerni egy növényt, az nekem egy kicsit gyanús volt. És mivel szkeptikus voltam, ezért letöltöttem a telefonomra a PlantSnap alkalmazást, ami azt ígéri, hogyha befényképezed a segítségével a növénynek a virágát, vagy pedig a levelét, akkor elég nagy biztonsággal megmondja, hogy milyen növénnyel is állunk szemben. A program használata pofon egyszerű, egyszerűen tényleg ki kell választani a fényképezést, majd pedig rámenni az adott növényre, és megnézni, hogy birkózik meg ebben az esetben ezzel a hársfával. És erre bejön egy reklám, amire nagyon-nagyon nem voltam kíváncsi, tekintve, hogy most már elkezdett zúgni, úgyhogy sietni kéne. Na most a telefon szerint ez az itt mögöttem látható növény egy Tilia americana, vagyis egy amerikai hársfa. A valóság azonban az, hogy nem egészen, de ennek ellenére nincs bennem semmilyen káröröm, hogy lám ezt nem tudta felismerni a program, ugyanis legalább a nemzetséget kiválóan meg tudta mondani. Tehát valóban Tiliáról van szó, de egy Tilia cordatáról, tehát egy kis levelű hárs, azt hiszem az magyarul az elnevezés. Viszont itt jön az igazi előnye ennek a programnak. Ugyanis manuálisan meg lehet adni, hogy igaza volt, vagy nem volt igaza az itt felajánlott opciók segítségével, tehát képekkel lehet azonosítani, hogy vajon tényleg ugyanarról a növényről beszélünk-e mi,
és a program. Hát az a helyzet, hogy a Tilia Americana az nem jött össze. Második opcióként a Tilia Platyphyllos-t széles levelű hárs, azt hiszem, azt dobja fel, illetve megadhatunk még több opciót is. Javasolhatunk neki egy nevet. Ezt szépen be is fogom mindjárt írni. És a legjobb az egészben, hogy azzal, hogy én ezt megírom nekik, bekerül ez az egész a rendszerbe, ez a tanuló algoritmus pedig legközelebb már sokkal nagyobb valószínűséggel fel fogja ezt ismerni. Éppen miatt a felhasználói input miatt gondolom azt, hogy könnyebben felismer valószínűleg olyan növényeket, amelyek Észak-Amerikában honosak, vagy ott használatosak a tájépítészetben, tekintve, hogy az app felhasználóinak a nagy része is vélhetően az Egyesült Államokban, vagy éppen Kanadában él. Na de ha már itt vagyunk az arborétumban, feladom neki a leckét néhány dísznövénnyel. Lássuk, hogy ezzel a cédrussal hogy birkózik meg. Hát eddig elég rosszul, azt mondja, hogy ez a Pinus nemzetségbe tartozik, ami a fenyőféléket jelenti. Ezt nagyon-nagyon menészte a program. És igazság szerint most meglepődtem, mert ez volt a második olyan növény, amit megpróbáltam vele felismerni. Az előkísérletek szerint majdnem mindent eltalált, most viszont már a második növénybe törik bele a bicskája, de szerintem menjünk tovább, aztán adjunk még neki esélyt. És már is itt egy orgona. Na, ez legalább ment neki, és hiába csak a leveleket mutattam, kidobta azt is, hogy milyen lenne a virága ennek a növénynek, mert pedig orgonát mindenki látott, úgyhogy szerintem ez egész jól hozza, hogy tényleg olyan lenne. Eddig tehát háromból egy, vagy legalábbis másfél, mert hogy az első esetben a nemzetséget legalább felismerte, de most jöjjön egy igazi nehézség, ez a tölgy itt mögöttem, az úgynevezett magyar tölgy. Megnézzük, hogy ezzel az amerikai app hogyan boldogul. Ismét egy reklámot kell megvárnom fél percen keresztül, de azt hiszem, hogy ez egy ingyenes appnál belefér a dologba. Viszont addig elmondom, hogy szerintem az igazán nagy kihívást ennek az appnak a dísznövények, mondjuk az egynyáriak fogják jelenteni, ahol a virágokra azért elég masszívan rámennek a nemesítők, hogy még véletlenül se úgy nézzenek ki, mint mondjuk az alapfajnál. Jó lenne olyat is találni, de nem tudom, hogy most éppen mi van kiültetve és mi mindent fogok látni, de majd mindjárt megnézzük. Közben lejárt itt ez a keresés, és azt mondja, hogy legnagyobb eséllyel Quercus cerris. Ezt sem találta el pontosan, de legalább a Quercus nemzetség megvan, úgyhogy ezt is egy fél pontnak beszámítjuk az apnak. Ha jól számolom, 4-ből 2, de akkor most menjünk át egy szömörcéhez, és nézzük meg, hogy azzal mit csinál. Na, ezt csont nélkül megmondta, valóban a cserszömörcéről van szó, úgyhogy eddig 5-ből 3 pontunk van, ha jól számolom, de most nézzünk virágokat, vagy legalábbis virágzó növényeket. Kezdjük mondjuk az egyik kedvenc növényemmel, a nyári orgonával. Választhatunk a lila, illetve a fehér virágú közül. Ebből is lehet látni, hogy nem lehet egyszerű dolga az algoritmust fejlesztőknek, mert hogy különböző dolgokra fel kell készülniük. Nézzük. Ki akartam próbálni, hogy mindkettőt felismerje, és az a helyzet, hogy az elsőnél hibátlanul megvolt, tehát 6-ból 4-nél járunk. A másodiknál viszont jelezte, hogy a fizetőszolgáltatás jön innentől kezdve, tehát 10 növényt lehet vele felismerni. Ami nem tudom, hogy naponta történik-e, mert eddig szerintem jóval többször, mint 6-szor használtam korábban. Viszont most nem tudok rá előfizetni, de ezt még ki fogom próbálni később is, ezt az appot, úgyhogy én ígéretesnek találom ezt azért. Azt mindenképpen el kell, hogy mondjam. Hozzá kell tennem, hogy nem csak fényképet készíthettek, hanem akár a telefonotokon meglevő képeket is feltölthetitek, és az alapján is meg tudja mondani, hogy milyen növényről van szó. És tegnap ezt valóban teszteltem, letöltöttem egy rendelképet az internetről, és
sem az app tekintetében nem úgy alakult, sem pedig az időjárás tekintetében, viszont most bejövök az épületbe, és itt biztos, hogy nem fogok elázni, vagy legalábbis reméljük, hogy nem fogok elázni. Persze azt gyorsan hozzáteszem, hogy az alkalmazástól függetlenül is érdemes ellátogatnotok ide a budai arborétumba, mert egyébként egy nagyon gazdag növényanyagot találhattok itt, és tök jól lehet sétálgatni, különösen hétköznap délelőtt, amikor szinte senki nincsen rajtatok kívül, főleg ha esik az eső. Na hát ez az eső nem tartott olyan sokáig. Erre alig mondtam ki ezt a mondatot, és újra nekiérett. Na mindegy, ha nem lesz sokkal, de sokkal súlyosabb az a vihar, ami itt van fölöttünk, vagy ez az eső, akkor itt most végigmegyek gyorsan a kérdéseiteken. Azt hiszem, sietnem kell. Szóval, Edward kérdezi, hogy a régebbi rosszabb minőségű videóimat nem tervezem-e újra felvenni, jobban látszanának a kísérletek. Hát az a helyzet, Edward, hogy ezzel a kérdéssel nyitott kapukat döngetsz, ez nálam mindig egy ilyen dilemma, hogy most dolgozzak-e fel újra olyan kísérletet, ami volt korábban, vagy sem. Egyik oldalról persze lehetne javítani magyarázatokon, volt egy csomószor, hogy hülyeséget mondtam, lehetne javítani a képminőségen, hiszen azért 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezeket a videókat, még messze nem ilyen volt a technika, mint most. Ugyanakkor a másik oldalról az van bennem, hogy ugyanarról a húsról, vagy csontról, vagy miről kell még egy bört lenyúzni, szóval, hogy van-e benne annyi. Egyébként gondolkodom néhány kísérletben, hogy mindenképpen újra felveszem őket, különösen, hogy a YouTube rengeteg videómat letiltott menet közben a folyamatosan változó felhasználási feltételek miatt. Olyan hanganyagokat használtam, amit akkoriban még lehetett, most már nem, tehát nagyon sok videóm el is tűnt a YouTube-ról, úgyhogy érdemes lehet ezeket újra felvenni, a tűztornádósok például, meg volt azért még jó pár, például a héliumos kakaó, amit nagyon szerettem. Szóval voltak ilyenek, lehet, hogy fel fogok venni ilyeneket, de írjátok meg egyébként, hogy ti mit látnátok, milyen kísérletet újra szívesen, hogyha más formában venném fel, és ebben a pillanatban csörög a telefonom. Ma tényleg minden összejön. Igen, tessék. A holnapi podcastem vendége volt, véletlenül felhívtam menet közben, ahogy itt mászkáltam a telefonnal. Na mindegy, az egyébként egy erősen természetvédelmi kötődésű adás lesz, majd hallgassátok. Szóval, következő kérdés, Martin kérdezi, hogy az idegen nyelv tanulásról lehetne-e videó. Az a helyzet, hogy ezt többen megkérdeztétek, különösen, hogy a másik csatornámon vannak fel angolul is tartalmak, úgyhogy ez felvetődik, hogy videó arról, hogy nyelvtanulás, hát nem tudom, hogy ebbe a csatornába ez beleillik-e, ha más nem, a másikon megcsinálom, de írjátok meg, ha van ilyen igényetek, lehet, hogy csinálhatok arról, hogy én hogyan tanulok nyelvet, vagy milyen technikáim vannak, de nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy ez az 5 tuti tipp, amivel nyelvet tudsz tanulni. De lehet, hogy ez lesz a videó címe, mert arra kattintanának sokan. Ezek a clickbaitek. Na mindegy. Hunter Gaming kérdezi, hogy milyen iskolába tervezek ellátogatni, kísérletbemutatókat tartani. Régen nagyon sok iskolába jártam, és sok kísérletbemutatót is tartottam. Az a helyzet, hogy ezt a vonalat erősen leépítettem az utóbbi időben, tekintve, hogy nagyon-nagyon nagy kapacitás igénye van ezeknek a munkáknak. Az ország különböző pontjaira elutazni, előtte szervezgetni, aztán utána a klikkel, meg tankerületekkel egyeztetni nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, postai úton, ajánlatlevélben, stb. Szóval nagyon nem éri meg, és nincsen rá kapacitásom. Ez az őszinte válasz. Nagyon szívesen mennék sok helyre, de egyszerűen nem fér bele az időmbe, ár-érték arányban különösen nem. Megvárjuk ezt a mentőt. Aztán Márton kérdezi, hogy Kumiszt már egy jó ideje nem látta szerepelni, ugye jól van, és hogy a válaszomat előre is köszöni. Hát Kumiszt nagyon jól van, az a helyzet, hogy most lesz nem sokára 6 éve, hogy örökbe fogadtam, úgyhogy tök jól éli a kis kutya életét. Az tény, hogy Lajka az utóbbi időben sokkal nagyobb szerepet kapott a videókban, tekintve, hogy vadi új kiskutya és nagyon cuki, ez persze nem jelenti azt, hogy mellőzném Kumiszt a mindennapi életben. Igyekszem rengeteget foglalkozni továbbra is Kumiszt.
ősszel is, hogy nehogy féltékeny legyen az új jövevényre. Egyébként nagyon-nagyon jól kijön a két kutya, úgyhogy mind a ketten jól vannak. Tamás kérdezi, hogy lesz-e ilyen? Hogyan csinálj új lenyomat olvasót házilag, nem úgy, hogy kioperálod a telefonodból? Az a helyzet, hogy amikor ezt a kérdést feltetted, én utána jártam, hogy milyen új lenyomat olvasók léteznek, vagy milyen technikák vannak arra, hogy lehet házilag csinálni. Egyik sem nagyon mozgatta meg a fantáziámat, nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz, ha ezt egy kicsit pontosítod, hogy mit, hát lehet, hogy nekiesem, aztán kipróbálom, hogy milyen, de annyira mondom, ez a téma önmagában nem mozgatott meg. Kicsit szexivé kéne tenni, és akkor lehet, hogy rákattanok. Boka kérdése, mit gondolsz arról, hogy egyre gyorsabban nő a feliratkozói száma? Ez valójában nagyon meglepett, azt hittem, amikor átköltözöm a szertára, eleinte majd egy masszív visszaesés lesz, tekintve, hogy kicsit más jellegű tartalmak vannak, mint korábban voltak, de az a helyzet, hogy ez nem így történt, hanem nagyon-nagyon nő a feliratkozóinak a száma. Amit nagyon köszönök nektek, hogy itt van ez a nagy közösség, ami mostanra kialakult, mert tényleg öröm így egy ekkora tömegnek csinálni a videókat, de azt azért hozzáteszem, hogy akkor is ugyanilyen lelkesedéssel csinálom, megcsináltam, megcsinálnám továbbra is, hogyha jóval kevesebb ember lenne. Hát elég megnézni azt, hogy a másik csatornámon azt hiszem 7 vagy 8 ezer feliratkozó volt, és ugyanolyan lendülettel és elánnal és kedvel csináltam a videókat, mint ezen a csatornán, ahol közel 30 ezer van. Másrészt azt hozzáteszem, hogy a másik csatornán elkezdett rendszert, hogy kettő különböző hatványainál fogunk majd ünnepelni feliratkozókat, azt szerintem itt is tartani fogom, tehát készüljetek, mert rövidesen jön majd egy ilyen, és már van is egy tervem rá, hogy ennél a mérföldkőnél mit fogok majd bevetni. Úgyhogy ilyen szempontból örülök a feliratkozók gyűjtésének, vagy gyűjtés ez nem volt jó szó, tehát a feliratkozószám növekedésének, mert hogy amit megcsinálok videót, az minél több emberhez eljut, és szerintem ez tök jó dolog. Ugyanakkor érdemi szerepe az életemre annak nincsen, hogy most milyen számot jelez a YouTube, nem ebben mérem a sikerességét annak, amit csinálok. Természetesen hangsúlyozom, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és öröm nektek videót csinálni, különösen, hogy nagyon értelmes visszajelzéseket kapok, és nagyon ritkák a troll kommentek. Mondjuk azt lehet látni, hogy mikor jönnek a trollok, mert amikor felkapja valamelyik hírportál mondjuk valamelyik videót, akkor aztán jön mindenki, de kár ezen elkeseredni, mert ők úgyis csak egy-egy alkalommal néznek meg egy videót, ott hagyják az összes indulatukat a csatornán. A többiek, akik értelmes hozzászólásokat szoktak hagyni, azok megmaradnak továbbra is, és ennek nagyon örülök. Hát igen, nagyjából ennyit tudok hozzáfűzni, és ha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok fel. És azt hiszem, hogy Edu Senpai kérdésével valamilyen szinten egy keretes szerkezetet fog képezni itt ez a videó, ugyanis ő azt kérdezi, hogy a tudatmódosító szerekről nem csinálok-e a közeljövőben egy videót. Hát az a helyzet, hogy nem én vagyok ebben a legnagyobb szakértő, úgyhogy nem tudom, hogy fel fogom-e dolgozni a témát. Egy elég masszív, elég nehéz, elég bonyolult témáról van szó, amihez nagyon sok felől hozzá lehetne nyúlni. Nagyon nagy rákészülést igényel, megpróbálok foglalkozni a kérdéssel, különösen, hogy amikor ez az ominózus növényfelismerős videó volt, még amit feladványként adtam fel, akkor nagyon-nagyon sokan tippeltetek olyat, hogy biztos marihuánáról van szó, kokacserjéről, meg hasonló drogok alapját szolgáló növényekről, ami azt jelzi nekem, hogy a köztudatban azért a tiltott gyümölcs kérdése mindenképpen benne van, még akkor is, ha nem arról van szó, hogy mindenki drogozni szeretne, nagyon remélem. Úgyhogy részben ennek a kérdésnek a hatására, illetve a múltkori kommentek hatására adtam azt a címet ennek a videónak, amit. Hogy ez clickbait-e, és hogy arra megyek-e, hogy valami olcsó tartalmat rakok-e a kattintásvadász címek mögé, hát azt hiszem, hogy nem. Tehát ahhoz azért igyekszem tartani magam, hogy bármennyire is kattintásvadász vagy kattintásvadász-szerű címeket adok, azért igyekszem olyan minőségi kontentet mögé rakni, amit felmerek vállalni. Tehát ha belegondoltok akár ebbe az óvszer narancsos videóba is, semmi obszén nem volt benne, tulajdonképpen egy kémiai kísérletről van szó, de így legalább el tudom érni, hogy olyanok is rákattintsanak, akik egyébként nem biztos, hogy rákattintottak volna egy olyan címre, hogy hogyan működnek az apoláris oldószerek nyers gumival összehozva. Kicsit messzire kanyarodtam.
Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha még kérdésetek van, azt tegyétek fel nyugodtan, javaslatotok van, azokat is örömmel olvasom, és végül azt hiszem nincs más hátra, mint elköszönni, meg persze megköszönni azoknak a támogatást, akik egy havi jelképes összeggel Patreonon hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a videós tartalmak, illetve a heti rendszerességű podcast adások megjelenhessenek, készíthessem őket, hatalmas segítséget jelent, amikor havi 1-2 dollárral hozzájárultok ehhez a műsorfolyamhoz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Legyen szép napotok, hetetek, rövidesen jelentkezem egy új témával. Sziasztok!